Sallai József több évtizedes nevelőedzői pályafutása alatt rengeteg gyereknek adott kosárlabdát a kezébe, és közülük nagyon sokan eljutottak az élvonalig és a válogatottságig. 2 éve már egy torna is viseli a legendás edző nevét, az U16-os korosztály képviselői augusztusban tisztelegnek Sallai József emléke előtt. A nyíregyházi kosárlabda klub ezúttal is nemzetközi mezőn toborzott a tornára, amelyen a 2 nyíregyházi csapat mellett kiemelt és akreditált akadémiák együttesei is pályára lépnek. Romániából jön Nagyvárról egy csapat, Szlovákiából, Prievidzából. Magyarországról jön 2 kiemelt nemzeti akadémia csapata, a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia és a Deák Kosárlabda Akadémia, és jön 2 országosan is akreditált, országos szövetség által akreditált akadémia, a Vasas Kosárlabda Akadémia és a Szolnoki Kosárlabda Akadémia, és természetesen 2 nyíregyházi csapat, nyíregyházi sportcentrum és az NKK ötös. A rendezőklub csapata az előző idényben feljutott az országos főtáblára, és a következő szezonban legalább ezt a szereplést szeretnék megismételni. Az elnök el is mondta, hogy mi az elvárás a csapattal és a tornával szemben. Tulajdonképpen az, hogy megnézzük, hogy hol tartunk a felkészülés során. Július 27-én kezdtük el az edzéseket, akkor még csak napi 1-el, de augusztus 1-től már napi 2-vel készülnek a fiúk. Nagyon jó erőfelmérő ez a bajnokság előtt, hiszen szeptember közepén már előselejtezőkkel indul a kadettkorosztályban az országos bajnokság, és a másik elvárás természetesen az, hogy Sallai tanár úrra méltóképpen megemlékezzünk. A torna csütörtökön 14 órakor az NKK ötvös Szolnoki Kosárlabda Akadémia mérkőzéssel kezdődik a Vessik csarnokában. Szombaton az 5., 6. és a 7., 8. hely sorsát a nyírpazani sportcsarnokban döntik el a csapatok. A bronzmérkőzés szombaton 10 órakor, a döntő pedig 12 órakor kezdődik az Zrínyi Tiszavasvári úti csarnokában.